az irodalom mélyére megyünk, olyan rétegekbe, ahová ritkán látni. Tavaly évvégén jelent meg Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója. Ebből is kiderült, hogy Radnóti több verset is írt szerelméhez, Beck Judit festőművészhez, akivel 1989-ben Mékúti Ilona interjút készített. Ám Beck Judit akkor azt mondta, hogy csak Gyarmati Fanni halála után lehet ezt az interjút a közönség elé tárni. Több mint 25 évnyi szunnyadás után most hangzik ez el először. Előtte a beszélgetés történetéről lesz szó. ...1989 óta őrzi a rádióarchívum ezt az interjút, amit 1989-ben csináltál. Hogy kerültél ehhez a lénihez egyáltalán? A nagymamám barátnője volt Beck Judit. Kiskoromtól kezdve ismertem őt, mert közel laktak egymáshoz és jó barátságban voltak, és már a nagymamám halála után, mikor egyszer összefutottam Beck Judittal és meglátogattam, akkor Miklósként emlegette Radnóti Miklóst, és ez nagyon szöget ütött a fejembe. És kérdeztem tőle, hogy de hát mégis, hogy Miklós? És akkor mondta, hogy hát hozzám írt verseket. Milyen verseket, kérdeztem én döbbenten. Azt mondja, hát például a két karodban mondta ezt a legteljesebb természetességgel, és úgy éreztem, hogy egy világ omlik össze bennem, hiszen nekem ezek a versek Fannihoz kötődtek. És nem tudtam elképzelni, hogy valaki másnak is közel lehet hozzájuk. És akkor rögtön kértem őt, hogy beszélgessünk erről. Nagyon furcsa érzésekkel tele mentem el hozzá erről beszélni, hiszen én nem tudtam, hogy például, amikor ez a szerelem élt és virágzott a 40-es évek elején, ezt gyakorlatilag mindenki tudta. Azon kívül nem tudtam mit kezdeni ugye ezzel a helyzettel, hogy Fanni a nagy özvegy, és úgy gondoltam, hogy most valami olyasmit találtam, amire igazából nem derült soha fény, és egy kis lelkismeretfúdalásom is volt, hogy én ezzel mit fogok kezdeni. És később az interjú újbóli meghallgatása után arra gondoltam, hogy az életet végtelenül toleránsan és a maga összetettségében élték, és engedték meg azt egymásnak, hogy átéljenek olyan érzelmeket, amelyek, mint ahogy ez az interjúból később ki is derült, Fanni szerint hozzájárultak ahhoz, hogy Radnóti szebb és szebb verseket írjon. Az interjú majdnem 50 évvel azután készült, hogy ez a kapcsolat megszületett, és a beszélgetés óta is eltelt már több mint 25 év. Hogy emlékszel arra, hogy őszintén beszélt ő akkor? Meg tudta engedni magának azt, meg neked is, hogy ezekről a kérdésekről teljesen őszintén feltárókozva beszél? A legteljesebb őszinteséggel beszélt erről, a szerelemről, inkább én voltam ennek a gátja. A bennem lévő gátlás, Radnóti iránti tisztelet, mások belső szerelmi élete iránti tisztelet gátolt meg abban, hogy egy csomó teljesen evidens kérdést föltegyek neki, ugyanakkor ő teljes nyíltsággal beszélt erről a kapcsolatról. A maga történelmi idejébe ágyazva egyébként 50 évvel később. És én nem kutattam utána, hogy ebből mi igaz, mi nem, hogy ez az eltelt 50 év mit ferdített az ő emlékein, mert azt hiszem, hogy ez teljesen mindegy. Nem is tudom, hol kezdjük. Hát majd én elkezdem. Elmondom, hogy milyen nagyon régen ismertem a Radnótit, mert a húgomnak osztálytársa volt a Fifi. Vagyis Fanni, Radnóti felesége. Fifi, Fanni, mindegy. És én akkor is már ismertem a Radnótit. Nagyon kellemes barátságban volt. Aztán később nagyon sok közös barátunk volt, szegedi fiatalok, például az Ortutai felesége is a Szent Pál Olgához járt, én is, Görög Ilona is, a Hont felesége. Mondjuk el azért, hogy mi volt ez a Szent Pál Olga féle intézmény. Hát a Szent Pál Olga mozgásművészeti tánc tanár volt, egész kitűnő egyéni dolgot alakított ki, és hát én is jártam oda a gyerekkoromtól kezdve, sőt, nagyon is komolyan vettem ezt, annyira, hogy néha majdnem konkurált a festészettel. Még színpadon is rendeztem mozgást. Szóval a Szent Pál Olgáéknál egy ilyen kultúrcentrum volt, tulajdonképpen a Rabinowski Máriusz volt a férje, a műtörténész, és hát eleinte ugye tanárom volt az Olga, de később már nagyon jó barát, még az első házasságomban is ők voltak a legközelebbi barátok. Ki volt az első férje? Az első férjem dr. Gombosi György műtörténész volt, és hát ő vele több mint 9 évig éltünk együtt, és háború kitörése után jöttünk haza Párizsból. Hazaverekedtük magunkat, ő neki szegénynek kár volt, mert őt elpusztult aztán. És akkor hát az én szüleimnél laktunk egy darabig, aztán nem sokára elváltunk. De hát a Radnótival való barátság mostan, még jóval igen. A háború előtt kezdődött. Igen, tulajdonképpen barátságnak is lehet nevezni, nagyon közös barátaink voltak, és hát így társadalmilag érintkezésbe voltunk.
Aztán, mikor Párizsból hazajöttünk, akkor egy olyan villámszerű dolog volt ez az egymás felé vonzódás. Azelőtt nem volt semmiféle ilyen irányú kapcsolat, csak barátság volt. De akkor ez ilyen fantasztikus, visszavonhatatlan és megakadályozhatatlan kapcsolattá fejlődött. Arra emlékszik, hogy milyen volt ez az első találkozás, a hosszú szünet utáni első találkozás, és hogy hol volt ez? Nem is tudom, hogy az első éppen hol volt. Azt hiszem a Szent Pálékkal kapcsolatban gondolom. De ez az egymás iránt való egész intenzív érdeklődés, ez olyan hirtelenül és olyan fokozódóan valósult meg, hogy hát úgy találtam, én ezt a férjemnek állandóan mondtam, hogy ne nyugodjon bele, hogy én állandóan másba beleszerettek, ez nem egy házasság. Nagyon féltem tőle elválni, mert szegény rettenetesen öngyilkossággal fenyegetőzött, meg nem tudom én mi minden. De aztán olyan szerencsésen alakult, hogy 3 hónap múlva, amikor elváltam tőle, már meg is házasod. Úgyhogy ettől még nyugodtan hamarabb is elválhattunk volna. Nagyon szerettem, nagyon, mint egy testvérem mondjuk. De hát ebből látszik, hogyha szerelem tud keletkezni közben, akkor nem volt minden irányban egyformán intenzív ez a kapcsolat. De azért térjünk vissza ez a Radnótival való villámszerű találkozáshoz. Legintenzívebb találkozásaink, ezek állandó jellegűvé váltak a Frankl Sándor könyvkötészetében, ahova az összes írók is oda jártak, és aztán nekünk alakult egy rajzgyűjteményünk, amit a Frankl Sándor paszpartúzott. Ki az a nekünk? Én nekem is, a férjemnek még. Ő ugyanis rábeszélte az embereket, hogy nem csak falra lehet grafikákat elhelyezni, hanem appába. És hát mi ennek nagyon szép lehetőségét mutattuk a saját anyagunkkal. Na hát szóval oda jártunk a Frankl Sándorhoz, az a Duna mozihoz vezető kis utcában volt az a könyvkötészet, ez nagyon híres könyvkötészet volt, mert hát oda az mindennapos volt, ott a Radnóti, aki egy sarokkal arrébb lakott a Pozsonyi úton, és hát ott találkoztunk legsűrűbben. Ezt meg se kellett beszélni, mind a ketten tudták, hogyha oda mennek, akkor ott lesz a másik? Hát azt nem mondhatom, hát aztán később már megbeszéltük, de mondjuk, hogy ott kerültünk össze, azt hiszem legelőször, mikor hazajöttem. Így rémlik nekem. És aztán hát érdeklődés egymás munkája iránt, ez még a naplóban is érezhető. Igen, Radnóti többször ír az önképeiről, hogy Judit most fákat fest, milyen intenzíven, hogy jobban érdekli most, mint bármi más, egy Judit önarcképet fest. Ha mennyire vett részt ő ebben a munkában? Mit tudott hozzáadni egy képhez? Ő nem tudott semmit hozzáadni, csak az érdeklődését. Rám intenzíven hatott az ő érdeklődése, és hát megnéz gyakran eljött a műtermembe, és megnézte, hogy mit csinál. Részlet Radnóti Miklós naplójából. 1941. május 22-e. A réten hosszú szárú fűre száll egy bogár. A fűszál meghajlik, a bogár kis híján lepottyan, egy lábon lóg, majd föltornázza magát, és csodálatos ügyességgel egyensúlyt teremt. Valami dolga van. Sti, a gépeket szemlélitek elérzékenyülten. Marhák. Judit új csendéleteiben annyi indulat van, beszélnek, kiabálnak, fenyegetnek, festőibb, mint valaha, és líraibb, áradóbb is. Szeretem, nyughatatlan, lobogó művész, és most valahogy nem törődik az iskolával, felszabadult, és talán először látja a világot egy kicsit újra. Eddig is külön világ volt, de a szomszédos világok közelében keringett. Június 11. Judit! Részlet Gyarmati Fanni naplójából. 1941. május 7-e. Mik egy önarcképet kap Judittól, illetve 2 van ugyan egy lapon, tusrajz, azt hiszem. Hozzáírva olaszul az a versor, ma örülj, ha vágysz örülni, a holnap bizonytalan. Minek így célozgatni? Mondja meg nyíltan, ha szereti. Én igazán nem nézem rossz szemmel ezt a játékot, ha Miklósnak örömet okoz, örüljön. Csak a Gombosi van rosszul leplezettem megmérgesedve. 1941. május 17-e.
míg Judittal hancúrozik. Nem bánom, de sokkal jobb volna, ha egyszerűen megmondaná, kell lesz nekem. Minek ezek a kergetőzések egymás körül? Keserű vagyok és unatkozom. Zuhogó esőben jövünk el végre, csak hogy kint vagyok. És én festettem is őt. Én nekem még egy-két fényképen is van olyan benyomásom, hogy ilyen módon csak én rám nézett. És ahogy én megfogtam, abban is biztosan benne van az, hogy én milyennek láttam őt. Ő valószínűleg én velem kapcsolatban szintén egy kicsit más ember volt, mint másokkal. A szeme volt a legintenzívebben észrevehető. Minden tükröződött a szemében, minden fajtájú gyöngétség és szeretet, de egy nagyon nagy szomorúság is. Sajnos ő benne állandó volt ez a szorongó halálfélelem, de éppen azt hiszem, hogy a velem kapcsolatos szerelem kapcsán ez feloldódott bizonyos fokig. Legalábbis akik elemezték a verseit, azok ilyen dolgot konstatáltak, mondjuk. Hát minden esetre a versek mutatják is ezt valamelyest. Most arra gondolok, hogy a Két karodban című verset, amit önhöz írt Radnóti, ami egy fantasztikusan harmonikus szerelmes vers, de az utolsó két sora mégis az, hogy két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Így van, így van. Mindig benne volt egy bizonyos halálfélelem és szorongás azért volt benne, de ő nagyon fiatalosan sugárzó tudott lenni, pajzánság is volt benne, abszolút nem lehet azt mondani, hogy csak egy kétségbe esett szomorú ember volt, egyáltalában nem. Zápor. Csámpás zápor jött, és elverte virágaim rendjét. Aranybúzán nevelt sántagalombom zengőn csapta a falhoz, hogy turbékolt sírva egész napon át. Most ülök a gondjaim lombja alatt, és szárítgat lassan az esti szél. Botom szorítgatom, a záport lesem tán hajnalra felhőzve újra visszajön. Rémítni gyerekes szeretőmet, kinek haján a nap vidul, s mint vízipókok árnya, rózsa délelőtti patakok alján. Rózsázva járkál szemében a félsz is. Beszélt ő például a szorongásairól? Az miben nyilvánult meg? A szorongás? Hát az leginkább a verseiben mutatkozott, gondolom én. Amikor ketten együtt voltunk, akkor nem volt ilyen közérzete, hogy úgy mondjam, nagyon vidámak tudtunk lenni. Olyan rettenetes korszak volt, de nagyon vidámak tudtunk lenni, és nagy sétákat tettünk. Hol? Éreztük a természetet nagyon. Hát voltak a speciális utaink a Rózsadom felé, és aztán a Óbuda felé néző réten, ottan nagyon kellemesen tudtunk beszélgetni. Nagyon szép virágzó fák között. Készített egy képet Radnótiról, ahol magnóliákat fog. Amiket önnek szedett. Hol szedte ezeket a magnóliákat? Hát, ezeket a magnóliákat az véletlen a Margit szigeten lopta, és ott is sokat sétáltunk együtt. Az tény, az nagyon közel el lehetett érni, és gyorsan ott voltunk, és mégis kim voltunk a szabad levegőn, és nagyon jól tudtunk ott beszélgetni. Hát ott kezdtük a Frankl Sándornál, és akkor ottan elmentünk egy feketét meginni, a hídfőnél volt a... Az Ilkovicsba? Igen. Hát, hogy ő mindig oda járt. Ő oda járt, és ottan megittuk a feketét, és ott kezdtük a beszélgetéseket. Aztán ugye hát jöttek a versek, amiket hozott, hát az mindig... Nagy meglepetés volt, és hát nagy öröm. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndjesen, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.
Mit szól a világ egy ilyen kapcsolathoz? Mert nyilvánvalóan ezt a kapcsolatot nem titkolták, vállalták a világ előtt, hiszen erről tudtak a barátaik. Mondjuk a világ, hát Istenem, nem volt ennek kifelé a nagy látványossága. Nem is a nagy világra gondolok, a környező világra. Környező, hát a barátok mind nagyon szerettek engem is, meg őt is, és így el is fogadták ezt a dolgot. Hát a felesége nagyon türelmes volt, de valami hamis alapállásból, hogy a múzsa az kell a költőnek, valami ilyenféle alapállásból. És nem okozott ez konfliktusokat? Ezt azért is kérdezem, mert láttam itt több képet, ahol például egy Rózsadombi Erkélyen együtt napoznak. Fanni, Judit néni és Radnóti. Ja, igen, közös baj, ez a Söpflinéknél volt, a Söpflin Gyuláéknál. Mentünk együtt oda egy szép tavaszi napon, és hát azoknak volt egy nagy erkélyük, és ottan nyaraltunk együtt. Hát ez tény, hát mondjuk ez nem titkoltuk különösebben. De nem volt például kellemetlen érzés, hogy Fanni feleség nagyon sokszor ott volt? Amikor Fanni is ott volt, az akkor volt, mikor még nem volt olyan intenzív ez a kapcsolat. Aztán később már inkább csak kettesben találkoztunk. Ez az igazság. 1941. május 27-e. Utána is meghívás Kovács Margitékhoz, még az a jó, hogy nem kell messzi menni. A francia házas pár jön, erről nem lehet elmaradni. Megvacsorázunk együtt, és Mik elkezdi, amiről beszélni akart velem délután, hogy Gyula tegnap figyelmeztette, ezt nem lehet így csinálni tovább, amit ő tesz, hogy mindenki előtt feltűnik, soha nem ül mellém, mindig a Judithoz, ha együtt vagyunk. Én szomorú vagyok, és tisztázni kell ezt a dolgunkat, mert hiába mondom én, hogy ez engem nem zavar, a Judit nem olyan lény, akivel csak mellékesen lehet flörtölni, az teljes lelket is kíván. És akkor azzal a részével, amit vele tölt, megrövidít engem. És szóval a jótékony figyelmeztető, feddő, baráti pószt felvett Gyula, a drága. Tudom, hogy szeret minden régi cívódásunk ellenére, és fáj nekik ezt látni, de sok van ebben az ő pózos természetéből is. Meg egy kicsit a saját fején lévő vajat akarja talán ellensúlyozni. Akkor ismertem meg Major Tamást. Radnóti mutatta be, amikor úsztunk a Margit-szigeti úszodába. Ők se jártak oda, én se jártam oda, a Tamás se járt oda soha. De ott egyszer csak fölbukkant, és mi meg éppen ottan nyaraltunk szintén. És akkor oda jött hozzánk, akkor a Radnóti mutatta be. Major Tamást. Major Tamást. Picit hát, mindenki mindenkit ismert. Igen, akkor ez nagyon intenzív, érdekes, sokkal intenzívebb érdeklődés volt például a költészet iránt. Voltak a vigadói estek, arról talán hallottál, gondolom, bár még nem éltél, de... Azért hallottam. Nagyon szép estek voltak ezek, és fontosak politikailag is. Hát olyan tömegek érdekelt ez, hogy alig fértek be az emberek. Most sajnos nincs ilyen intenzív érdeklődés. És aztán utána mindig együtt maradtunk, és hát ha sokáig beszélgettünk, vagy a Szentpáléknál oda mentünk, vagy beültünk valahova, ahol lehetett beszélgetni, olyan helyek is voltak, nem sok, de voltak azért ott a Kulacs, ott volt a sok találkozás a nemzeti közelében. A naplóból azért lehet tudni, hogy Radnótit nagyon sok apró tüske bántotta a saját elismertségét illetően, holott senki nem vonta kétségbe már akkor sem, hogy ő nagy költő. Talán ez a művészi híjúság is nyilván, ami belejátszott, de mintha egy kicsit mindig elégedetlen lett volna a saját fogadtatásával. Nagyon érzékenyen reagált arra, amikor őt nem fogadták egyértelműen jól. Ez valóban, hát ez sajnos, az ember soha nincsen megelégedve a reagálással. Egy festőnek is kell a reagálás. Egy költőt azt olvasnak, és az elhangzik. Egy festő csak, ha kiállítja a dolgokat, akkor látják a dolgait. És nagyon nehéz így elvonulva dolgozni, kell a reagálás. Tehát nem is véletlen, hogy műterem látogatások vannak, eljönnek emberek megnézni a dolgokat. Igen, de azért az ő verseire mindig volt reagálás. Hát volt reagálás, volt egy kör, akik ismerték éppen, ez a baráti kör, akiket emlegettem, azok közül barátai voltak, és hát ő ír is arról, míg a naplóban is emlegeti, hogy reagáltak egy-egy művére, vagy éppen a Kafkára, a doktori disszertációjára. Amit Kafkáról írt? Kafka Margitról. Azt hiszem, hogy Cserépfalvi mondta, hogy
Radnótit egyszer 700 példányban adta ki. Hát ez egy magánkiadás volt, ne felejtsd, ez nem egy állami kiadás, hanem ez a Cserépfalvi intenzív érdeklődését mutatta, akinek volt érzéke hozzá, hogy ez egy olyan fiatal költő, akivel érdemes, de hát nem tudott olyan óriási befektetéseket, hogy ezeres példányokba hozza ki. De ezek elkeltek, ezek a példányok általában? Igen, azok elkeltek. Itt van a Frankl Sándor által bekötve az összes kötete kezdetétől fogva, amiket hát dedikált. Bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban dörgedelem vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inged. Mossa az eső össze szívünket. Mindenről beszéltünk, ugye a napi politikától kezdve mindenről, a barátaink problémái, a saját egyéni problémáink, hát nekem is nehézségeim voltak a képeimmel, hát csak egyes gyűjtők voltak, akik vásároltak. Nem volt akkor ilyen állami vásárlás, mint aztán a felszabadulás után megszervezte a képzőművészeti alap. Ez azelőtt nem volt ilyesmi. Úgyhogy mikor én a főiskolát végeztem, és kimentem Berlinbe, akkor divatrajzolással kerestem pénzt például, még egy pár kollégámmal együtt. Nem tudtunk másképp, valahogy meg kellett élni. Később aztán ugye az más volt, mikor már férhez mentem, és akkor majornéként eltartott voltam, nem kellett saját magamat eltartani, mert a férjem eltartott. Erre mindegyik férjem igényt tartott. Tényleg nem akartak Radnótival soha összeházasodni? Nem, nem is. Én egyáltalán nem is gondoltam arra, az egy olyan intenzív gyerekkori kapcsolat volt a feleségével. Én egyáltalán nem is gondoltam ilyesmire, hogy ezeket szét akarom választani egymástól, szó se volt ilyes. Ez mindig megfogadtuk, hogy abba kell hagyni, mert az én férjemet bántotta, az ő feleségét bántotta, természetesen. És mindig megfogadtuk, de aztán hiába nem volt mentség, mégiscsak találkoztunk, mégiscsak összetartoztunk intenzíven. Ez volt a helyzet. Hát, komplikált volt, mint az élet általában. És akkor hogyan lehetett ezeket a dolgokat megoldani a mindennapokban? Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mindig kellett keresni egy helyet, ahol találkozni lehetett, hanem hogy az ember hogyan próbálta meg ezt valahogy magában a megfelelő helyre tenni, hogy hát azért mi összetartozunk, de mégsem tartozhatunk össze teljesen, mert hiszen mind a kettőnknek vannak elkötelezettségei és kötődései. Igen. Ezzel hát meg tud az ember békélni? Megbékélni az ember nem tud, de telnek a napok, és így telnek, hogy komplikációkkal együtt, a nehézségekkel együtt, de van, és mégiscsak van. Hát így. Beck Judit festő Radnóti Miklós szerelme volt. E szerelem történetét mondta el Beck Judit 1989-ben Mélyikúti Ilonának. A rádióarchívum azóta őrzi a beszélgetést. Most a második rész következik, amelyet most hall először a közönség. Legelőször is a beszélgetés történetéről. Ezt az interjút nem engedte elhangzani addig, amíg Radnótinak a felesége él. Miért tartott ezt fontosnak, hiszen Radnóti naplója is megjelent már sokkal korábban, amiben vannak olyan érzékeny részek, amikből sok minden kiderül az ő kapcsolatukról, és hát most a Gyarmati Faninak a naplójából is csomó minden kiderült, amit már ő tudott. Derült ki olyan dolog, amit nem lehetett korábban tudni. Miért volt fontos az számára, hogy letiltse ezt az interjút egy darabig? Gyarmati Fanni iránti tiszteletből nem akarta, hogy ez elhangozzon addig, ameddig Fanni él, mert nem akart belegázolni abba a képbe, ami Fanniról kialakult a magyar irodalmi közvéleményben is, és mindenkiben, aki Radnóti költészetét tanulta az iskolában. Én ezt nagyon tiszteletreméltónak tartottam, bár akkor nem nagyon értettem meg, hiszen azonnal elrohantam és a rádióarchívumába letettem egy példányt ebből. Én ezt emberi szempontból teljesen érthetődnek, és nagyon tisztességesnek tartottam ezt az álláspontot. Hát azt nem tudtuk, hogy ilyen sokáig nem fog elhangozni.
beszélni Radnóti Fanni naplójáról, akkor meg még szó sem volt. Most, hogy több mint 25 év után elővetted ezt az interjút a rádióarchívumából, másképp látod Radnótit, vagy a kapcsolatukat, vagy ezt az egész kapcsolatrendszert, mint akkor láttad? Azt hiszem, hogy az interjú idejében hiába múltam már el 30 éves, mégis úgy viselkedtem, mint egy kislány, aki véletlenül meglátott valamit, amihez nem volt joga. Ennyi év után természetesen ezt másképp látom. És amikor újra meghallgattam ezt a nyersanyagot, időnként a hátamon futkosott a hideg még mindig, mert oly végtelenül őszintének és feltárónak éreztem ezt a beszélgetést, és most is annak érzem, független attól, hogy gyakorlatilag minden tény ismert már belőle. De az ő hangján, az ő hangsúlyaival, érzelmeivel ez még soha nem hangzott el. Térjünk vissza ez a szerelemhez, mert azért az egy fantasztikus dolog, hogy az ember meg tud szabadulni az őt körülvevő világtól, amikor háború van, és mégis jó dolgok is történhetnek az életében. Igen. Hogy zajlottak ezek a mindennapokban? Úgy értem, hogy például lehetett együtt menni színházba, meg elutazni napokra esetleg együtt? Nem, ilyenek nem voltak, hogy együtt elutazni. Eleinte még, hát... A feleségével együtt jöttek ki Szentendrére hozzánk, mert akkor is már kijártunk nyáron Szentendrére, és oda jöttek a barátaink többnyire. Aztán a Radnótival hát mindenféle nagy közös kirándulásaink kettesben voltak, de elutazásaink ilyesmikről szó se lehet. Ezek nem voltak, ilyesmik nem voltak, de hát nagyon jól tudtunk, minden nap majdnem tudtunk találkozni, megoldottuk. Munkával együtt, vagy az én műtermembe jött ő, és akkor festettem őt, vagy elmentünk együtt szép helyekre, ahol nagyon jól tudtunk beszélgetni, és jól tudtunk együtt lenni. Nyilván jártak közösen együtt ezután is társaságba, ahol ott volt Fanni is, ott volt Gombosi György is, ilyenkor mindenki a hivatalos összetartozást képviselte, vagy pedig a világ, illetve hát a társaság elfogadta azt, hogy azért önök összetartoznak? Hát tartoztunk a férjünkhöz is, családunkhoz tartoztunk, meg egymáshoz is tartoztunk. Ez valahogy megoldódott így. Részlet Radnóti Miklós naplójából. 1941. június 22-e vasárnap. Tegnap este Marcel Jeannéknál vacsorán. Csodálatos francia szertartás, 9:30-12-ig eszünk, beszélgetünk. Szeretem őket. A férfi a megtestesült szürrealizmus, elbeszélgeti az alkotó indulatait. Évenként egy-két rajz vagy metszet, néhány sor poém, a próz. Az éjféli fogassal fel az Istenhegyre, rosszul alszom, holdfáradtan ébredek. Üres a ház, mire felkelünk, íme az álom, ragyog a nap. Fif a terraszon fekszik, dolgozz, hisz költő volnál vagy mi a fene, és a nagy nyugalomban remegek az idegességtől, írni próbálok, fordítani nem sikerül, olvasni azt se tudok, kifekszem a napra, bemegyek a szobába. Judit gyötör. Fif szerint igen, ropogtatom az állkapcsaimat. Egyedül ebédelünk, sokat eszem, és elkeseredetten, 00:30. Utána alszom 6-ig. Fáj a fejem, s amit sohase szoktam, bekapcsolom a rádiót. Gyarmati Fanni naplójából. 1941. május 29-e. Élinél. Gombosiék, Dési Uberék, Pista, Hontferi. Finom torták, békebeli vendéglátás, finom borok. Judit nagyon magabiztos. Nagyon tavaszi új ruha öntudatával, és a hajában nagyon illatos a szegfű. Neki búsulok, és iszom. De felvidámít, és jól érzem magam. Kicsit központ leszek, észreveszik az élénkségem. Tudom, hogy tetszem. Csacsi győzelmes érzés. Aj, milyen butaság. Mik verseket kezd olvasni? Nem sajátját, hanem Vörös Martit, Aranyt. Aztán Honferi is bekerül a varázslatba. Ott ülünk 3-ig. Judit csupa indulat. Lehúnyt szemmel, ökölbe szorított kezekkel fekszik az Ili díványán. Hideg ellenségességet érzek. Szép este volt. November 2. Babics est az akadémián. Rettenetes színészi produkciók. Persze, csak azok léphetnek föl, akik kamarai tagok. Így a legjobbak, Asher is például, kimaradnak. Szégyenletes dolgok. Alig menti meg egy-két jó szám az estét, így Megyaszai Vilma például,
az örök édes sanzon énekesnő. Azután utána együtt a nyugatosok, az öregek közül Gellérték, Ali bácsiék és sokan mások fiatalok. Hozzánk sódródik persze a gombosi házaspár, mint mindig. Egészen rendkívül ilyen utálatos vagyok. Nem bírom a Judit örökösen kitörő jókedvét, a kacérságát, a kelletését. Felháborít és ingerel, azért se leszek kedves. Utálatos vagyok. Miklós dühöng, érzem, de most már mindegy. Utálatos akarok lenni. Egész este nem beszéltünk utána egy szót sem. Hát nem volt egy kellemes szituáció. Olyan volt a helyzet, hogy azt reméltük, hogy ez így meg úgy majd át lehet alakítani ezt az életrajzot. De egyszerűen jöttek ezek a borzalmak, a behívások, ugye? És hát akkor már nem nagyon tudtunk találkozni, csak leveleket tudtam kapni néha, nagy ritkán. Nem gondoltak arra, hogy megpróbálják őt megmenteni? Nyilván, amikor először behívták, vagy másodszor, akkor ez még nem volt ennyire fenyegető, de amikor utoljára behívták, akkor már elég nyilvánvaló volt, hogy itt nagyon is az életére megy. Akkor, mikor utoljára behívták, akkor már én a Tamással együtt éltem, és a Tamással együtt voltunk ott papírral, de ő nem volt hajlandó illegalitásba menni. Rá. Miért nem? Érdekes, hogy majdnem, hogy jobban félt az illegalitástól, mint a munkatábortól. Nem tudtuk még akkor, hogy ez milyen szörnyűség. Azt nem lehetett előre tudni azokat a borzalmas haláltáborokat, akkor semmi ilyesmiről nem tudtunk még. Meddig tartott ez a szerelem? Tulajdonképpen, ha az ember meggondolja, hogy ez milyen rövid pár év volt, mert ugye hazajöttünk háború kitörésekor, és aztán mondjuk 43-ban már ő el is ment végképp, hát nagyon rövid volt. Pár év volt az egész. Pár három évig tartott ez a szerelem. Igen, hát ilyen rövid volt, de ilyen intenzív volt, hogy még ma is merem állítani, hogy senki nem tudott úgy szeretni engem, mint a Radnóti. Visszanézve öreg koromban az összes életrajzomra és az összes szerelmeimre, mindenki másképp szeretett, és mindenkit másképp szerettem, de ez egy tényleg nagyon intenzív kapcsolat volt. Részlet a harmadik eklogából. Pásztori múzsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind. Párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste. Szemén, hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos, okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már. Karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák. Sóbányák szája beomlik, falban a tégla sikolt, így álmodom én, hajlalszom. Hogy lett vége? Mert hiszen valamilyen módon vége lett, csak a behívások voltak azok, amik ezt megszakították, ezt a kapcsolatot? Hát erről nem szoktam beszélni, de mutattam neked azt a pár sort, ami elindította bennem, azt az elhatározást, hogy véget kell vetnem az ő érdekében, mert benne egy olyan kuszaság volt. Mi volt ez a pár sor? Egy több napon át írt levél volt, mindig két-három sort tudott hozzáírni, és azt hiszem, hogy ezt a Görög Ilonához küldte, és őtőle kaptam én meg, úgy emlékszem. És hát itten arról írt, hogy a feleségét hagyta el, de mégis engem hagyott el, és hogy benne egy rettenetes ilyen kuszaság van tulajdonképpen. Hol van ez a bizonyos levél, ez az utolsó, amit ő a táborból? Ez az a bizonyos. Rettenetes, önmarcangoló. Hát én nem akarom ezt felolvasni. És látod, az is bánt, és zűrzavaros bennem, hogy Fif maradt egyedül, de úgy érzem, hogy téged hagytalak magányosan. Féltelek s féltékeny vagyok, ez a belső valóság, mint a tegnapi levélben a takarodó. És Fif kétszer járt itt, meg se csókolhattam, tudomásul vettem, de hogy téged nem, a fogamat csikorgattam. Ez döntött el benne. Pontosan. Ez. Elhatároztam, hogy nem lehet messziről. Ez az rettenetes állapot, hogy most őt hagyta, de engem hagyott, de mi van? Egy pontra kell gondolni. Akkor én az ő érdekében is azt látom, hogy egy megoldás van,
hogyha én valahogy megpróbálok ebből az egész dologból kilépni. Mert minél messzebb van az ember, annál inkább csak egy pontra szabad visszagondolni, mert rettenetes zavar. Úgyis a körülmények szörnyűek, de ezt úgy látszik, hogy nagyon jól csináltam, mert éppen a napló is mutatja, hogy végeredményben ő ugyan nem tudta, hogy mi volt az oka az én elhatározásomnak, és hogy. Ezt nem írta meg neki? Hát nem, én nem is írhattam soha neki. Én nem írtam, mert mit tudtam én, hogy ők hol vannak. Ezt nem tudta az ember. Én soha nem írtam. Ő írt néha még innen-onnan, de én nem tudtam ő neki semmiféle hírt adni. Ó, bárha azt hihetném, futó bolond vagyok, rögeszmém között ím lobogó a futkosok. De háború van, látod, s utána rom, mocsok marad csak, és oly mindegy, átélem, meghalok. Az állam nem vigasztal, a hulló hajnalok ébren találnak folyton, soványabb így leszek. A fény fáradt szememben fájdalmasan rezeg, s mosolygok néha mégis, mosolygok néha, mert a földbe bút mag is csak örül, hogy áttelelt. Rád gondolom, barátném, s szerelem, szerelem, egy tigris réptű álmos szeszély játszik velem. Ő csak azt érezhette, hogy nem kap hírt, vagy hogy nem ír neki, nem éri utol. Hát ilyesmi. Mert valamilyen módon neki meg kellett tudnia azt, hát hogy onnan... Judit néni ezt megpróbálta lezárni magában. Nem, ő teljesen rosszul volt informálva, ezt mondtam neked, mert a Fifi ezt egész rosszul közölte vele. Ő úgy érezte, és magában úgy zárta le, hogy én... A Tamással való kapcsolattal lezártam az ő vele való. Pedig hát ez az tulajdonképpen egész... Judit néni Major Tamás miatt vetett véget ennek a kapcsolatnak, gondolta ezt Radnóti? Igen. A felesége így informálta, és ennél fogva ő is így tudott róla. Soha nem tudta, hogy az ő sorai okozták bennem ezt az elhatározást, amit nagyon nehéz volt nekem megvalósítani. És nem lehetett ezt valahogy az ő tudtára adni? Hát nem. Én tudtam, hogy benne nagyon nagy fájdalmat fog ez okozni, de utólag úgy látom, hogy nagyon helyesen cselekedtem, mert benne ez egy borzasztó rossz közérzet volt, ez a kettősség. Mindvégig, vagy pedig akkor, amikor el kellett mennie? Hát akkor, mikor elment, és nem tudta, hogy kit hagyott itt tulajdonképpen, mert mind a kettőnket itt hagyott. Hát szóval... Ő nem tudhatta, soha nem tudhatta meg ezek a részleteit, és ez ugye hosszú hónapok, meg mit tudom én, mi mindent telt el. Aztán mikor még egyszer hazajött, és az már egy év múlva, vagy mit tudom én, mennyi idő múlva mikor volt. Lehetett ez, amikor ő még egyszer hazajött? Hát én nem tudok. 43 elején, 42 végén. Hát igen, olyas valami. Akkor mi történt? Hát akkor legutóbb, mikor találkoztunk, akkor a Tamással mentünk föl. Ő hozzá is papírokkal, mert azt akartuk, hogy ő illegalitásba menjen. És akkor ő nem akarta tisztázni azt, hogy végül semmi, is mi történt? Nem. Hát ő, mondom, ő teljesen rosszul volt informálva az egész ügyben, és akkor nem volt arra alkalom, hogy ezt tisztázzuk. Nem is került erre sor. És milyen volt egy ilyen találkozás, amikor már úgy találkoztak, hogy igazából most mindegy, hogy miért, de már távol voltak egymástól. Hosszú idő után először találkoztak. Hát nézd, erről nem tudok neked semmit mondani. Nagyon örültünk, hogy ő itthon van, és hát ha rá lehet venni arra, hogy illegalitásba menjen, és nehogy menjen még egyszer munkatáborba. De hogy akkor ez a szerelem már nem lángolt fel, akkor már másképp zajlottak a dolgok. Hát akkor tényleg aztán, amikor a Tamással kezdődött ez a kapcsolat, az mindent elsöpört. A Tamás egy nagyon intenzív egyéniség volt, és valóban talán azt mondhatom, hogy legnagyobb hatással két ember volt rám életemben, az apám és a Tamás. Hát senkivel nem is élt, Tamással 40, nem tudom hány évig éltünk együtt, az nem csekéség. Pláne egy ilyen komplikált emberrel együtt élni, mint a Tamás és a Tamás élete egyáltalán, ez a színház élet. Hát ez már egy más világ volt.
Amikor Vas István, Hubai és Ránki megírták az Egyszerelem három éjszakáját, akkor először ide hozták megmutatni. Honnan tudod ezt? Tudom. Nem tudom, hogy honnan tudod, de ez igaz. Mindegyik akart velem erről beszélni. Végül is Bálint, a költő, az Radnóti. Ebből következik, hogy a női figura feltehetőleg, gondolom. Hát igen, állítólag. A világ az utókor nem tudja azt, hogy Radnóti és Beck Judit között volt ez a szerelem. Ami nem is tartozik a külvilágra, de az mindenképpen, hogy ebből versek születtek. Mégpedig olyan versek, amik jelentős darabjai ennek az életműnek. Például a harmadik ekloga. A zápor. A két karodban. Igen. Rejtettelek sokáig, és a többi. Hát itt vannak levelek, amiket ő nekem ír, de hát mondjuk ez nem olyanok. Dolgozom, írja nekem, mindig megírja, hogy dolgozik-e. Ez mi? Hát belenézhetsz. Nem is tudom elolvasni. Hogy létezik ez? Nem gyönyörűen ír, nem? Hát azt mondja, hogy Judit szerelmem ím ez a vers. Judit szerelmem ím ez a vers. Az Admirál moziban ezen a héten két filmet adtak, a Felszabadulást és a Juditot. Egy plakáton hirdetik persze, és teli van vele itt a környék. Judit, Felszabadulás. Ezt látom minden oszlopon, ez vigasztal, drága, és mosolygok. Kár, hogy csütörtökön műsorváltozás lesz, és leszaggatják. Vigyázz magadra, szerelmem, és dolgozz. Látod, én is írtam egy kis verset, és fordítottam egy szép koktót. Neked fordítottam azt is. Hát ennek indiának. Ja, ez a második része, a harmadik eklogám, ezek a versek. Ez a zápor. Igen, és nekem fordított. Egy Rilkét. Ó, mióta ismerlek, hogy árad. Testem s benne, hogy virul a csont. Frissebb lettem, járásom sudárabb, mert te vársz ma rám, ki vagy, te mondd. Hát, csak mutogatom neked ezeket. Igen. Rejtettelek. Rejtettelek sokáig. Mint lassan ért gyümölcsét levél közt rejti ága. S mint téli ablak tükrén a józan jégvirága virulsz ki most eszemben. S tudom már, mit jelent, ha kezed hajadra lebben. Bokát kis billenését is őrzöm már szívemben. S bordáit szép ívét is oly hűvösen csodálom, mint aki megpihent már így lélegző csodákon. És mégis álmaimban gyakorta 100 karom van, s mint álombeli Isten, szorítlak 100 karomban. Szóval ez egy tagadhatatlan, és én nem is akarom sohasem letagadni, csak hát már a Petőfi Irodalmi Múzeumtól kezdve mindenki reflektált erre az anyagra, de hát az addig, amíg én élek, addig az az enyém. Most nem is a kéziratokra gondolok, amelyek nehéz, most itt vannak. Nehéz. Nem tudom, hogy kire hagyjam. Még nem határoztam egyáltalán, hogy kire hagyjam, meg hogy legyen. Nem a tulajdonra gondolok most, hanem arra, hogy nem tudják azok, akik ezeket a verseket olvasták. Hát hogy kihez íródtak ezek a versek? Igen, ez nem fontos szerintem. Ezek a versek, én boldog vagyok, hogy ezt tudtam adni neki, és ő is adott nekem a művészetemben nagyon sokat, amit én föl is használtam. Ez a konkrétum ebből a szerelemből. A többi nem érdekes, hogy az a világ tudja, vagy nem tudja, az engem például nem érdekel. Soha nem zavarta, hogy nem nagyon szokták emlegetni semmiféle Radnótiról szóló monográfiában? Nem is akarom, hát amíg él a felesége, nem akarom, nekem az volt a törekvésem, nagyon örülök, hogy visszaadtam a feleségének. Ezt kell mondani, más nem is tudok fogalmazni. Ez az igazság. Milyen kapcsolatban voltak egymással Gyarmati Fanni és Beck Judit? Velem kapcsolatban rettenetesen szemrányú levelet írt, hogy a múzsa elhagyta, akkor ez volt az ő álláspontja. Hogy a... Haragudott Fanni arra, hogy Judit Néni befejezte ezt a kapcsolatot? Levelet, amiben megírta azt, hogy nagyon rossz néven vette, hogy merészeli a múzsa elhagyni a költőt. A feleség a saját magának tulajdonítja a verseket, és hát ez rendben is van, legyen az övé. Jó, hát aztán később is van egy csomó, amit Fannihoz írt a későbbi versekből, hiszen nem is arról van szó, hogy kié ez a vers, hiszen ezek a versek miután már megszülettek, önálló életet élnek, és mindazoké, akik ezeket szeretik, és akik a saját szerelmüket látják benne végül is. Hát én is gimnazista koromban csorgó könnyekkel olvastam az összes szerelmes ciklusát, pedig fogalmam sem volt, hogy kihez írta őket, tehát végülis nem ez a lényeg. De azért ezekhez hozzátartozik, hogy vannak versek, amiket Beck Judithoz írt Radnóti Miklós. Hát igen, igen. Ez van.
van, és hát ugye aztán ez világ szemében mit jelent, vagy egyáltalán érdekes-e, az nem tudom, de minden esetre a művészetünkben ennek jelentősége volt. Ez biztos. Ezt nem is lehet letagadni. De éppen a naplóban láthatod, hogy már a harmadik eklogáért bocsánatot kért a Véna feleségétől. Úgyhogy ez volt. Fanniról van egy kép, igen, amit Beck Judit festett. Igen, van egy kép, amit én nagyon jellegzetesnek is tartok. Sok kritika is van részemről benne. Egyébként a Fifi nagyon szereti azt a képet, és ott lóg nála főfalon, mai napig is. Honnan tudja ezt Judit néni, hogy Fanninál ez a kép, amit festett róla, az kint van a falon, látta? Hát én természetesen láttam, hát ott voltam többször is fönn. Ja, hogy ez már akkor kikerült a falra, amikor ők még Radnótival éltek ott, a Pozsonyi úton? Igen, úgy emlékszem, hogy még akkor kikerült, igen. Igen, akkor került oda még. És aztán hát sok mindenkitől tudom, hát oda járnak rengetegen közös ismerősök. És ő maga is megmondta, hogy ezt nem adja kölcsön egy kiállításon, mert ez neki ottan hiányzik a falon. Kinten voltam egy másik képet odaadni. A két múzsa hogy tudta egymást elviselni akkor, amikor ez a szerelem tartott? Nem volt a konfliktusaink egymással szemben, semmiféle konfliktusunk nem volt. Mind a ketten valószínűleg azt tudtuk adni ennek a szegény költőnek, amit képesek voltunk. És hát egymást nem ettük egyáltalán. De elfogadták ezt a status quót? Hát nem fogadtuk el, mert azért folyton az volt az emberben, úgy élt az egész, hogy ez változtatni kell. Meg kell változtatni a dolgokat, de az élet nem úgy alakult, hogy változtatni lehetett. Mert az élet drasztikusan választott el minket, ezt kell mondani. Téridő, az irodalom mögött, egy szerelem története. Radnóti Miklós és Beck Judit, második rész. Beck Judittal 1989-ben készült a beszélgetés. Közreműködött Benkő Gyula és Mácsai Pál hangfölvételről, valamint Bognár Mónika és Kis Péter Ernő. Mékut Ilona és Várkonyi Benedek műsorát hallották.